Köszöntöm kedves nézőinket, Őseink hagyatéka című műsorunkat látják. Mai napon ismét vendégem, nagyon jó barátom és tanítom, Hungarikum, élő Hungarikum, a világ legjobb lovasíjásza, Magyarországon a lovasíjászat újraélesztője és éltetője, nem más, mint Kassai Lajos. Köszönöm szeretettel, köszöntöm a kedves nézőket. Minket több vonal is köt össze a Lajossal, képzeletben persze, és életvitelben. Hát a mai ember az úgy fogalmazná, hogy mi társadalomban önkirekesztő életmódot folytatunk. Nem tudom, hogy te hallottad-e már ezt a kifejezést. Én hallottam, amikor ugye emberekkel beszélgettem, és hogy hogyan élünk, hát mondtam, hogy van egy önellátó tanyánk, tehát mi mindent megtermelünk magunknak, állatok vannak körülöttünk, növényeket termesztünk, saját hal van, mert összegyűjtjük az esővizet, amivel locsolunk is, nem gyártunk szemetet, többnyire igyekszünk nem fogyasztani szemetet, hiszen a saját kertünkből, és erre azt mondják, hogy ez gyakorlatilag a társadalomból önkirekesztő életmódot, mert azokat a társadalmi dolgokat, amit általában az emberek ma megélnek, azokat mi nem éljük. Hát nem tudjuk kirekeszteni magunkat a társadalomból egyrészt, másrészt nekem nincs is erre szándékom. Tehát én azt gondolom, hogy én egy 21. századi ember vagyok, és nem véletlenül születtem ide a helyre és ebben a korba. Én nem akarom magam se kirekeszteni, se kizárni a társadalomból. Engem nagyon érdekelnek azok a folyamatok, amik jelenleg zajlanak hazánkban, illetve a világon. Az, hogy nekem van egy kontinuitása az ősökkel, a lovasiászaton keresztül, és azon a kultúrán, ami e köré épül, én azt mondom, az csak erősíti az identitásomat. Én is így gondolom, tehát én sem magamra használtam ezt a jelzőt, hanem ezt mondták nekem, mert hogy hát mi egy kicsit másképp élünk, mint általában az emberek, de hát én mondtam, hogy én nem kirekeszteni szeretném magam ebből az életmódból, ami történik itt, pusztán szeretnék úgy élni, ahogyan élhetnénk. Szíved joga. Igen, és egyébként, amikor eljöttek emberek hozzánk, akkor meglepődtek, hogy hát tényleg lehet egy kicsit másképp is élni. Tehát mai embereknek legtöbbször ugye az van a gondolatában, amikor azt mondja valaki, hogy mondjuk ő egy tanyán lakik, vagy egy birtokon, hogy akkor ő teljesen el van zárva a külvilágtól, és nem hajlandó kapcsolatot venni. Ha valami bio, akkor az csak kukacos lehet, vagy nem megfelelő minőségű, vagy nagyon drága. Aztán pont ezért, hogy hiteles legyen az, amivel én magam is foglalkozom, úgy gondoltam, hogy akkor mi megpróbáljuk ezt egy kicsit másképp. Másrészt, amikor ugye jártam nálad korábban edzéseken és beszélgetéseken is, hát gyakorlatilag megtapasztaltam, hogy milyen a természetben benne élni, és nem elnyomni azt, hanem részévé válni. Több mondása volt az ő. Nagyon érdekes, ahogy az én identitásom kialakult. Az ember a születésétől fogva keres ideákat. Én azt gondolom, hogy ez az emberek életéhez, a férfiak életéhez mindenképpen hozzátartozik, mert egy férfinak ideára van szüksége. Mi ideákat szülünk, a nők gyermekeket szülnek, és a maguk természetességében élik meg hasznosságukat, mi férfiak viszont ideológiákat gyártunk, és ezzel próbáljuk hangsúlyozni hasznosságunkat a világban, vagy a szerepünket. Nem találtam magamnak megfelelő. Tehát érdekeltek a vallások, érdekeltek a filozófiák, úgy kutattam, és mindig azok az egyszerű mondatok csengtek vissza a fejembe, ami valamilyen módon az őseinkhez voltak köthetők. És most itt a gazdaság kapcsán ugye azt mondták az őseink, hogy tartsd a jószágot természete szerint. Tehát mikor megkérdezték te is, hogyan tartsam a disznót? Hát tartsd a disznót természete szerint. Tartsd a tehenet természete szerint. Tehát ahogy jelenleg tartjuk az állatokat, látszik, hogy erről az útról régen letértünk. Azt is mondták, hogy ne vadász, ne halász szórakozásból. Hogy ne vágj ki olyan fát, ami madár fészkel. És én jó magam soha nem ennék meg olyan ételt,
vagy az, amit az állataimnak odadok, azt én is megfogyaszthatnám. Tehát soha nem adok olyan ételt az állataimnak, amit én nem ennék meg. Hát tiszta búzát vagy kukoricát kapnak. És emellett a filozófia mellett úgy felvirágzott egy kis gazdaság. Tehát azok az állatok, amik a környezetemben élnek, 15 hektáron a bivajok, a szürke marák, a lovasi jászlovak, ugye 12 arab telivér és ságia van a területen. A mangalica disznóim, akik rendre mindig kiszöknek, mert nekik nem elég ez a 15 hektár, és aztán a zselic különböző bozótosaiba különböző erkölcstelen cselekményeket hajtanak végre vaddisznó fiútársaikkal, de mindig hazajönnek, és nálam hozzák világra a kis vaddisznó mangalica keverékeket. Aztán a libák, akik teljes szabadtartásban vannak, egész évben kint vannak a tavon, ahol az éjszakákat egy szigeten töltik, és aztán napközben jönnek ki, mert alud legelő állat. Tehát ez egy, ahogy attól a pillanattól kezdve, hogy én betartottam ezt az őseink által üdvösnek vélt szabályt, hát egy ilyen paradicsomi körülmények között élek. Szerinted miért nem így élnek az emberek? Vagy miért nincs, gyakorlatilag én azt látom, hogy igényük sem nagyon van rá, mert nagyon sok ember van, aki engem is megkeres, megnézi, hogy hol élünk, hű, hát ez tényleg jó a levegő, minden. És akkor mondom, hogy hát igen, de azért itt dolgozni is kell. Tehát nem csak maguktól nőnek ezek az állatok, őket etetni kell, hétvégén is, születésnapkor, névnapkor és ünnepkor ők pontosan ugyanolyan éhesek és szomjasak, mint az átlag hétköznapokon. Hát nézd, a jó üzlethez ugye kell egy gazember, meg egy balek. Különben nincs nagy üzlet. Tehát akkor, amikor te megadod az állatnak a tiszteletet a környezetednek, akkor te nem tudsz gigantikus hasznot termelni. Ahhoz, hogy te nagy hasznot tudjál termelni, ahhoz neked a végletekig kell kihasználni a környezetedet. A végletekig kell kihasználni azt a tehenet, ami ma már 100 liter tejet kell, hogy adjon naponta. A végletekig kell kihasználni azt a csirkét, amit 42 nap alatt hoznak föl. 42 naposan még csibe. 42 naposan eszik az emberek azokat a csirkéket, amiket a szupermarketek polcain árulnak. Tehát ehhez az elképesztő haszontermeléshez a végletekig kell, hogy kihasználja az ember a környezetét, de ezt az utat választotta. És azt mondta, hogy a pénz a minden, és azért, hogy nekem sok pénzem legyen, ezért bármilyen erkölcsi addigi tabut föl tudok rúgni, és ki tudom használni kell az embereket, az állatokat, a növényeket és bármit ezen a bolygón. Hát nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez egy rossz út. Igen, egy sehová, vagy nagyon rossz irányba vezető út gyakorlatilag. Ezt én is láttam, mert ugye korábban nagyon sokat foglalkoztam, ma is kedvencem, meg ma is van otthon természetesen mangalica, de nagyon érdekes volt, amikor így a húsiparban találtam magam, és nézegettem a szabványokat, hogy milyen hát, kiegészítőket előírás hozzátenni, hogy hosszabb legyen a szabatosság ideje. Nátrium tetrapirofoszfát, ez gyakorlatilag egy véralvadás gátlószer, ami megköti a vizet. És hát nekem 1830-as évekből van receptes könyvem, ott nem volt szabad 25 hónapnál fiatalabb sertést levágni kolbász vagy szalámi készítésre. Ma a trend a sertéstenyésztésben, hogyha a születésétől számított 5 hónapon belül eléri a vágó súlyt. Ehhez töménytelen mennyiségű antibiotikumra van szükség, mert ipari tartásban ugye több ezer darabot tartanak egy helyen, és ahhoz, hogy nehogy beteg legyen, folyamatosan antibiotikum kerül. És mint megtudtam, ennek csak egy része nem szívódik fel a testben, a nagyobbik része az bizony elkerül a fogyasztóhoz is. Hát igen, itt a profit oltárán mindent feláldoz az ember, és ennek súlyos következményei lesznek, de egyébként amit lehet látni a világban, ez a fajta gátlástalan profitszerzés, a másik pedig a pörgés, tehát iszonyatosan gyorsul a világ. Tehát ha
először megdöbbenve hallgattuk azt a reklámot, hogy kérdezze meg gyógyszerészét, orvosát, gyógyszerészét, tehát így elhadart, hogy először azt hittem, hogy valami adáshiba, de nem. És akkor rá, egy idő után lehetett érteni, ez tényleg ilyen gyorsan hadarja el, tehát hogy egyszerűen információ tömeget akarok átadni a lehető legrövidebb idő alatt, és nagyon fölpörög minden. Van, amivel ezt meg lehet csinálni. Tehát egy motor fordulatszámát azt pörgethetem, egy csomó dolgot meg tudok csinálni. Az élő lényekkel nem tudom megcsinálni. Tehát az emberi lélek se tudja lekövetni az eseményeket. Tehát az emberi lélek egy tévéhíradót nem tud lekövetni. Tehát ez nem lehet, hogy lavina pusztította el a hegymászókat, a következő szomorú vagyok. Hát ez egy borzasztó hír, de a következő pillanatban kitüntették a néptánc csoportot, és akkor én boldog vagyok, de a következő pillanatban súlyos vasúti szerencsétlenséget látok, és szomorú vagyok. Tehát nem tudja a lélek ezt lekövetni. Tehát az, ami zajlik információ terén, az lelkileg lekövethetetlen. Amit meg lehet csinálni, az az, hogy egy társadalomba bele lehet helyezni egy gazdaságot. De ma azon erőlködnek, hogy egy társadalmat gyömölyöszöljenek be egy gazdaságba. Tehát minden erőfeszítés, iránymutatás valahol a pénz körül forog. Tehát nem tud elszakadni a korembere, és itt a politikusokra is lehet gondolni elsősorban. A pénzbe látják a továbbjutást, és minden ígéret, és minden olyan dolog, amivel ők azt gondolják, hogy választási kampányt lehet nyerni, az a több pénz, kevesebb adók, a pénz körül forog. Ez ebbe egy társadalom belefullad. A kultúrába bele lehet rakni, tehát egy társadalomba bele lehet illeszteni a gazdaságot, de egy gazdaságba nem lehet egy társadalmat belegyömöszölni. Tehát mondhatjuk azt, hogyha mi most így, amit anyánkról kinézünk az ablakon az útra, akkor gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy próbálna bele gyömöszölni egy társadalmat, egy profitorientált. Nézd, tehát még Magyarország az egy zöldelő liget, tehát azért nagyon sok időt töltök Kínába, én most is a hétvégén utazom Pekingbe. Lovakat vittünk ki, és a karantén az a Peking külvárosában volt. Pekinget 5 körgyűrű veszi körül. És mi az 5. körgyűrűn kívül helyezkedtünk el, ami még javában a város. Most ahhoz, hogy innét bekerüljek a város középpontjába, az 50 kilométer. Elképesztőek a méretek, tehát az, amit ma Kína csinál iparban, mezőgazdaságban, hát mi még ettől hála a jó Istennek nagyon, nagyon távol állunk. Tehát ez a Kárpát-medence itt Európa közepén, most hogyha ezekkel a szélsőségekkel hasonlítjuk össze, még mindig nem egy veszett helyzet. Tehát itt még mindig lehet szép és jó dolgokat csinálni. Ott nekik már ez egyre nehezebb lesz. Tehát amikor néhány hete jöttem haza, 3 héttel ezelőtt, akkor Peking újjongott és öröm minden volt, mert 2 éve ők nem látták a naplementét. Nem lehet látni a portól, a smogtól. És most egy olyan hosszantartó szeles idő volt, ami ezt a port, a füstöt kifújta a városból, és a pekingi ember számára a naplemente láthatóvá vált. Tehát ettől hála a jó Istennek, mi még nagyon távol vagyunk, és nagyon kéne vigyázni arra, hogy nehogy bekerüljünk ebbe a helyzetbe. Nem tudom, hogy lehet-e vigyázni. Tehát azért itt van a történelmek egy rettenetes sodrása, ugye minden név fél, hogy nehogy lemaradjon, nehogy ő ebből a tortából ne tudjon hasítani, és aztán egymást túl licitálva tesszük tönkre ezt a bolygót. Hát azt hiszem, itt egy kulcs feladat az, amiről az elején meséltél, ugye, hogy tartsd az állatokat a természetük szerint, és ugye a lélek az, amit igazából level nem lehet másképp tenni, és talán itt is az egyetlen út, ami segíthet abban, hogy ne oda jussunk el, ahova tart most a globalizált civilizáció, hogyha egy kicsit a lelkünkre figyelünk, és hogyha egy kicsit lassítunk, és elkezdünk befelé figyelni, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos. Nem tudom, hogy lehet-e. Amiben én nem vagyok biztos, hogy itt egy egyén vagy kisebb csoportok ezekkel a hatásokkal szembe tudnak-e fordulni. Nem gondolom. Tehát
vannak hatások, valamilyen erők mozgatják ezeket a folyamatokat, és nem vagyok abban biztos, hogy ebbe szembe lehetne helyezkedni. Tehát akkora erő és olyan lavina, hogy ezt úgy képzeld el, amikor megjelenik a mongol haderő itt a határainkon, akkor azt azért mindenki sejti, hogy ezen az országon végig fognak söpörni. Tehát megállíthatatlan. Ugyanez lehetett, amikor a hunok megjelentek a Európa szinterén, tehát egy rettenetesen nagy sodrás van, egy borzasztó nagy erő van. Hát ezeknek az erőknek az áldozatai vagyunk. Nem biztos, hogy az egyén ebből ki tudja vonni magát, és hát nem hiszem azt, hogy homokba tudjuk dugni a fejünket, mert ez a hurikán az átcsap a fejünk fölött. Ez pontosan lehet látni. Nézd! Egy nagyon érdekes tapasztalat volt, amit én megéltem Kínában, ugye véglátogattam a Hun történelmi helyeket, a Tongwan Cheng várát és a Hun múzeumot, és aztán elmentem, megnéztem a kínai nagyfalat is. Hát nézd, egyes becslések 7000 kilométerre, túlzó becslések 15000 kilométerre teszik a hosszát. Na most, hogyha csak a 7000 kilométert nézem, 7000 kilométer fal, ez elképesztő. Semmit nem jelentett. Tehát a hunok akkor mentek át ezen a falon, amikor akartak. Tehát ez nem tudta megállítani a hunokat. De mi történt itt? Itt az történt, hogy van egy rendkívül harcos nép. Ezek a hunok. Ők minden fiút férfivá nevelnek, és minden férfiból harcos csinálnak. Nekik ez az útjuk, ez a tűz, ami ebben ébben van, ez a harcos lét. Semmi köze nincs a legeltető állattartásnak. A legeltető állattartásból nem következik az, hogy egy nép harcos legyen. A lehetőség megvan benne, de nem következik. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ezek így állatokat tereltek, és akkor ide fordítják le, hogy ott állandóan terelgették az állatot, és akkor mi van? Hát igen, terelgetik az állatot, és hogyha ez a nép azt dönti el, hogy bele harcos lesz, akkor egyszerűen jut idő a gyakorlásra. Ugyanis az állat az ellegel, a férfiak meg tudnak közben birkózni, nyilazni, de ebből nem következik az, hogy ő harcos legyen. Ez a nép ezt az utat járta, hogy miért? Hát ki tudja? Nem úgy van ez, hogy mi megválasztatjuk a lehetőségeinket, az utunkat, ez a nép ezt választotta. A kínai, ő a munkával látta a megoldást. Tehát ő azt gondolta, hogyha köveket egymásra rak, és döngöli a lösztalajt, és téglákat süt, és fölépít egy falat, a munkájával, az épületével talán valahogy meg tudja védeni a javait. Tehát nem azt az utat választotta, hogy én is harcos leszek, és jobb harcos leszek, mint a hunok, hanem ő a munkába látta. És ez a nép mindig a munkába látta a lehetőséget. Ez ma vált veszélyessé. Ez eddig nem lehetett csatát nyerni a munkát. Nem volt ilyen csata, hogy kiépít nagyobb falat. De most van egy csata, hogy ki gyártja le a Nokia 6-ost. Hogy ki gyárt több személyautót. Hogy ki tudja megszervezni úgy az egész országot, hogy ez a buta emberiség mindent ott gyártasson le, mert ott olcsóbb lesz. És ő felépíti a gyárait, teret és lehetőséget ad, és gyakorlatilag ez az egész Kína számomra egy gyártelep. És azt csinálja, amit mindig is csinált. Ő dolgozik, ő egy kicsit is rájött arra, hogyha egy kicsit olcsóbban termel, és jobb lehetőséget ad a multinacionális cégeknek, gondolkodás nélkül oda megy az összes. Ott lesz legyártva minden. Én csináltam egy edzőtábort a kínaiakkal, nagyon sokat csináltam, ez az elsők között volt, és azt mondtam, hogy hát én elviszem őket egy étterembe, ahol magyaros ételek vannak, és hogy jókaibab leves tegyenek, és hogy megismerkedjenek a magyar ízekkel, és mondtam nekik, hogy nagyszerű, holnap viszont kínai nap lesz, és arra kérlek benneteket, hogy bevásárolunk, és akkor holnap ti csináljátok kínai ételeket. És mondták, hogy jaj, hát ennek nagyon örülnek, meg is fogják csinálni, de hát ahhoz kínai alapanyagokra van szükség. És hogyha nem jutnak hozzá ezekhez, akkor ezt nem fogják tudni megcsinálni. És hát elvittem őket a Tesco-ba. És ott kivirult, mosolygós kínaiak jönnek, hogy Lajos, itt minden kínai.
Itt minden, ez is, az is, mindent felismertek, ez is. Tehát nem volt probléma, nem csak az ételüket tudták volna megcsinálni, ruházkodni is tudtak volna. Hát ennyi. Igen, és még egy kérdés, hogy vajon te látod-e valahol a megoldását, hogy ugye azt látjuk, hogy ők hova jutottak, tehát a kínaiak, akik valaha a mi őseinktől, a hunoktól, hát gyakorlatilag féltek, rettegtek, és ők a munkájuk révén azért most már mondhatjuk nyugodtan, hogy naggyá váltak, mert most már komoly szerepük van a világ társadalmi helyzetében, nagyon-nagyon komoly. Viszont itt vagyunk mi a hunok ősei, vagy a hunok utódai, és hát sajnos nem látom, hogy az őseinkhez méltóan helyezkednénk el. Azért nem, mert a nagy kérdés az, hogy az életvitel, az meddig fönntartható. Tehát azért, most gondolj ebbe bele, csak nézzük meg a 9.-10. századot, több mint 40 feljegyzett hadjáratba vettek részt. Ugye Bulcsú elindul 954-ben, és gyakorlatilag egész akkori Európán végigmegy 8 hónap leforgás alatt 4000 kilométer. Tehát egészen rendkívüli teljesítmények. Tehát az életmód, az a tűz, ami ebben volt, hogy az meddig lehet fönntartani. Tehát az nem az a létforma, amit hosszú távon fönn lehet tartani. Én azt gondolom, hogy amit a Kína, ma ért el a Kína azt, hogy ez nem egy fönntartható dolog. Tehát amit ő eddig csinált, az egy fönntartható dolog volt, nem tudta magát a nagyfal építésével megvédeni, de ő nem tért le az alapkoncepcióról, tehát ő csinálta ezt. Kína nem hozott létre gyarmatokat, ők bejárták a világot, egzotikus állatokat vittek haza, gyönyörködtek benne, de valahogy nem jutott eszükbe, hogy kifosszák az afrikai kontinenst, jártak ott. Nem jutott eszükbe, hogy Ausztráliát kifosszák, és ott telepeket hozzanak létre. Nagyon érdekes társadalom. Nagyon érdekes társadalom. Míg az európai ember ahova betette a lábát, és azt látta, hogy az erőviszonyok lehetővé teszik, akkor gátlástalanul pusztított. Tehát az európai gondolkodásmód és mentalitás az életveszélyes. De ez se egy fenntartható dolog. De én nem vagyok ehhez elég okos, tehát én járom a világot és rácsodálkozok ezekre a helyzetekre. Nem vagyok elég okos ahhoz, hogy most én azt mondjam, hogy ez a megoldás. Én ezt egy sokkal összetettebb, bonyolult kérdésnek látom. Ugye itt frázisokat lehetne pufogtatni, hogy mindenki saját magát tegye rendbe, stb. Ilyeneket lehet ilyenkor elmondani, nem víz ki bennünket a vízből. Tehát nem fognak leállni a csirketelepek. Nem fog a 10.000 disznóval működő telep, akkor holnap azt mondja, hogy embertelen, hát ez a disznó nem tud lefeküdni se ebbe a ketrecbe, hát valamit változtassunk rajta. Nem fog, amíg ebből neki pénze van, addig őhez fogja csinálni. Én nem látom azt a kihutat, amit én látok, egy rendkívüli drasztikus összeomlás, tehát ez mindenképpen be fog következni, az biztos. A kérdés az, hogy mi lesz utána. De az ember az nem fejezi be. Tehát amíg módja és lehetősége van, gátlástalantól erőre, addig, amíg egy nagy falnak nem koppan, akkor hanyatt esik, megrázza magát, és nagyjából kezdi előről, tehát a világháborúk is elő. Nem tanult az első világháborúból, nem tanult a második világháborúból, tehát egyfajta kényszerpályán vagyunk. És persze mindig a másik a hibás. Tehát azt tudjuk nagyon jól, hogy ők azok, akik ezt a rossz dolgot csinálják, hát mi egész másképp gondolkodunk, élünk egy fenét, tehát ugyanebben a világban élünk, itt égnek a reflektorok, használjuk az áramot, okos dolgokat mondunk itt a televízióban, egy csónakba elvezünk, mi nem sok különbség van. De azért megpróbálunk mindent, hogy legalább a munkásságunkkal hát, persze, egy persze. Újabb lehetőséget persze, mutassunk. Aztán most egy kívülálló ezt, hogy látná, hogy most mi mennyit teszünk hozzá. Ha autód van neked is, nekem is autóm van, tehát nem... Ott ugyanazok vagyunk. Nem szeretem azt, aki kívülről bekiabál, hogy szidja a politikusokat, hogy ez milyen hülyék a politikusok. Mindenki a baj van. Hát a politikusok közülünk kerülnek ki.
Tehát ez a nemzet termeli ki őket. Ilyen ez az egész. Tehát ez egy nem tudsz kívülállóként megnyilvánulni anélkül, hogy ne váljál nevetségessé. Hát én nagyon sok ilyen embert hallottam, akit természetről egyébről gagyog, de hát autóval járkál, könyörgöm. Tehát az áram be van vezetve a házába. Tehát hozzájárulunk mi ehhez, és ezért nem akarok olyan álszent lenni, hogy most itt újra mutogassa bárhova. Én ezt láttam, ezt a történetet, én ezt érzékeltem, ez a kínai hun harc, ahogy az egyik nép megtartja ezt a fajta ősi identitást, és ezt az építő jelleget, és gyárakat épít fel, míg a másik letér erről a harcos útról, amire azt gondolom, hogy hosszú távon nem fenntartható semmiképpen. Értem, tehát keressük azért a megoldást. Hát nézd, nem, magunkban. Ugye soha nem beszéltünk arról, hogy nem biztos, hogy jó volt hunnak lenni. Tehát azért nagyon sokan bearanyozzák a történelmet, hogy azok nagy korszak, nagyon kemény élet volt. Tehát minden fiúgyerek férfi kell, hogy legyen, és mindegyik harcos kell, hogy legyen, és ott élet-halál kérdés volt, nem volt könnyű. Nem könnyű a kínainak lenni. Tehát ez a nép, amit a gazdasági fejlődés oltárán föláldoz, hát zombik. Zombik. Hát ilyen 10-15 milliós városoknak a tömege. Tehát olyan ipari övezetek vannak, hogy elképesztő. Innét nézve ezek a gazdasági eredmények, ezek óriásiak, de Kína, pekinginek lenni nem jó, én nem szeretnék az lenni. Azt hiszem, hogy a záró mondatnak is kiváló. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt voltál velünk. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak van okulnivaló a hallottakból, és gondolkodnivaló is. Köszönöm szépen a kedves nézőknek a megtisztelő figyelmét, neked, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Dicsőséget az őseinknek, és szép jövőt az utódainknak.